gond lenne, és ahol a kormányok foglalkoznak ezzel érdemben. Én azt szeretném, hogyha éreznétek annak az erejét, miközben kicsit talán, ha közelebb jöttök, még barátságosabb lesz a feeling, és a gondolatmenetemet most folytattam. És bocsánat, azt is elfelejtettem, hogy Virág Attila vagyok, az egyik szervező, ha esetleg valaki nem a Facebookon találkozott volna ezzel a rendezvényen. Tehát több mint 120 ilyen rendezvény van szerte a Földön. Magyarországon, itt Budapesten, a Petőfi csarnokban, az összes közül mi vagyunk a legtöbben. Többen vagyunk, mint Los Angeles, mint Sydney, bármi. Ezt az erőt... Köszönöm szépen, ez nem is a szervezésnek szól szerintem elsősorban, hanem mondjuk úgy, hogy a háttérhatalom érdeme, hogy ennyi embert összehoz egy problémával, hiszen mondhattam volna bármilyen ökörséget, nem jöttetek volna el ennyien, hogyha nem tapasztaljátok meg saját szemetekkel, saját érzékszerveitekkel, hogy valami gond van. Hozott itt az előbb egy hölgy nekem szüretelt szőlőt, amiben mikroszálak találhatók. Rengeteg mérést elvégeztünk, rengeteg kutatást, hivatalos labor eredményeink vannak, tucatjával, semmit nem számít. A legtöbbet az számít, hogy ennyien vagyunk, mert ha mi most itt ennyien vagyunk, és ti elmondjátok még egy-két embernek, akkor már háromszor ennyien vagyunk, és a háttérhatalomnak a legnagyobb gyengesége, hogyha kiderülnek a turpisságai. Nézzétek meg az elmúlt időszakban, hogy mennyi olyan esemény történt, amikor valamiért visszakoztak. Nincs nekik már sok hátra, a virtuális pénzükkel nem fognak sokáig topon lenni. A másik oldal, oroszok, kínaiak, stb. Be fognak nekik tenni, és elfogy az a muníció, amiből még most felettünk is zsarnokoskodnak. Ugye jó, ha tudjuk, hogy ez egy chemtrail ellenes rendezvény, nem sokára több szakértő meg fogja világítani, hogy mi is ez valójában. Ha meggyógyul a lett falunk, akkor látni is fogjátok, de nagy esély van rá, hogy halálos beteg, ezért arra építek, hogy a saját fejetekben lévő képanyag, ami idehozott titeket valójában, az is elég lesz ennek a problémának a taglalásához, és nem felejtitek el azt, hogy gyakorlatilag ez a közösség, a leghamarabb ébredők közössége, ez mekkora erőt képvisel. És nem szabad sem a média, sem semmilyen probléma felmerültekor elfelejtenetek azt, ami miatt ez a rendezvény nekem olyan fontos volt, mely szerint nyáron több ízben a csíphúzó repülőgépek után szétterülő fátyol felhőzet, amikor az égen ugye mindent belepett, és utána rákapcsolták a hárpot, akkor hirtelen a semmiből egy goromba felhőzet alakult ki, és gyakorlatilag úgy, hogy környező országokban sem volt sehol felhőzet, mégis pillanatok alatt el tudták rontani úgy az időjárást, hogy ahogy az ő érdekük kívánja. Láthatjuk most is, nem véletlen, hogy az egész világon a Monsanto nevű cég ellen is mekkora erőkkel küzdenek az emberek. Láthatjuk, hogy nem véletlen az, hogy miért van az a véletlen éppen ebben a pillanatban is, dacára annak, hogy egy kis hó lehet, hogy van valahol az országban, de túlnyomó részt mégiscsak az történik, hogy nagyon szép, finom, meleg idő van, ami alkalmas arra, hogy ugye gyakorlatilag minden virágzik, minden mag megindul, és amikor jön a fagy, akkor ezek el is pusztulnak, nem lesz sem gyümölcs, sem semmilyen vetemény nem fog beérni. És akkor itt lesznek az időjárás tűrő
alumínium tűrő, bárium tűrő és egyéb magvak annak a cégnek, aki 14 milliárdért itt Magyarországon minden törvény ellenére épp árusítja GMO kezelt termékeit. Ezekre szeretnénk többek között rávilágítani, és hogy nem kell ezt tűrni. Az előbb nem fejeztem be egy gondolatmenetet, hogy chemtrail ellen küzdünk, de ez rámutat nagyon sok minden másra. Szeretném, ha ez a rendezvény a ti fejetekben sem csak a chemtrailről szólna. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ugyan egy kicsit egyénien oldottuk meg ezt a rendezvényt, mi nem vonulunk, ahogy a világ többi országában, legtöbb helyen. Ugye itt melegben vagyunk, nem tudtuk még ezelőtt két hónappal, amikor elkezdtük, hogy mínusz 20 lesz, vagy plusz 50, mint ahogy Amerikában sem tudják, hogy miért is van ott valójában mínusz 50 fok. Ha nem tudnánk esetleg képpel illusztrálni ezeket nektek, akkor is látjátok a hírekből, hogy nem normális a dolog, és felmelegedés és egyéb mesék az pedig valahova máshol valók. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy hallgassátok végig az összes előadót, azokat a zeneszámokat, amiket nektek előadunk itt. Közben is mondanék egy-két keresetlen szót, és a végén elmondom, hogy én mit terveztem folytatásként, hogy én a legelejétől bíztam abban, hogy ennyien leszünk. Ha végignézzünk a termen, gyakorlatilag faltól falig tele van a csarnok. Ezt senki nem tagadhatja el tőlünk többet, hogy probléma van. A bizonyítékokat, ha képanyag nélkül is, de beterjesztjük, elmeséljük nektek, és a végén pedig a konkrét folytatásról mondanék pár szót, ami jó eredménnyel a céljainkhoz vezet, hiszen mi nem szeretnénk más, csak természetes kékeget és hát nélküli manipulálatlan időjárást, és ehhez egy civil kontrollal ellátott állami hardverekkel végzett megfigyelést és kutatást szeretnénk. És ami a legfontosabb, tisztában vagyunk vele, hogy Magyarországról mi ketten, hárman, öten, háromezren nem tudjuk megdönteni a háttérhatalmat, ami trilliárdokkal gazdálkodik, viszont Magyarországon a magyar légteret meg tudjuk védeni ettől az egész szörnyűségtől, és azt szeretnénk, hogy még ha most nincs is olyan politikai erő, aki kiállna ezért, de egyel későbbi választáson már nem lukhat majd labdába olyan, akinek ez nem egy központi probléma. És ha most 3000-en azt mondjuk, hogy ez bizony ekkora fajsúlyú dolog, és mindannyiunk gyerekének, saját magunknak az életében is ez egy ilyen központi téma, akkor nem lesz Magyarországon olyan politikai erő, aki ezzel szembe mer szállni. És hogyha ez a hosszú küzdelem megvalósulhat, addig nem esik a fejemre egy tégla, akkor azt hiszem, hogy tudunk sikerrel járni. Nagyon távlatokban gondolkozunk, és egy ország eléri ezt, hogy az ő egén nem fognak ilyet csinálni, akármilyen szerződés is van erről, akárki is mondja, akkor lesz még egy ország, meg lesz még egy ország, és még egy ország, és utána egy egészen más világban fognak élni a gyerekeink. Úgyhogy fogadjátok szeretettel az első előadónkat, aki Póka László lesz a Nem adom a házam mozgalom képviselője. Lacikám, ott van egy mikrofon.